A videóban látható képek és szövegek eredetileg az 1964-ben megjelent Rádióamatőr füzetei sorozat, Transistor működése képekben egy című lapszámból származnak, a szöveget Kovács Ferenc, a rajzokat pedig Jári Gyula készítette. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, X-professzor vagyok, a Műszaki Egyetemről jöttem a Rádióamatőr Klub meghívására. Transzisztor tanfolyamot fogok tartani a tranzisztor működési alapelvéről tulajdonságairól. Kérem munkatársaimat fáradjanak be. Ők négyen lesznek segítségemre az előadás folyamán. Az áram, az atommag, az elektron és a feszültség. Előadásomat a már régebben megjelent szakkönyvem alapján tartom meg, sorba véve a könyv egyes fejezeteit. Első fejezet. Transzisztor történelem. A tranzisztor működésének tárgyalása előtt szeretnék rövid bevezetőt tartani a félvezetők múltjáról, a tranzisztor történelméről. Már a rádiózás őskorában ismert eszköz volt a félvezető kristály. A kristálydetektorok az első vevőkészülékek nélkülözhetetlen kellékei voltak. Később a kristálydetektor a rádiócső elterjedésével háttérbe szorult. A rádiócsövek nem csak pótolták a detektort, hanem sokkal több feladat megoldását is lehetővé tették. A kristálydetektor ezután már csak a kezdő első készülékeiben volt megtalálható. A félvezető kutatása azonban nem állt meg. A kutatóintézetek és laboratóriumok tudósai lázasan munkálkodtak. És a siker nem maradt el. 1948-ban Bardin és Brötén egy újfajta félvezetőeszközt fedezett fel. Megszületett a tranzisztor, mely már jelerősítésre is alkalmas volt. A feltalálók ezért később Nobel-díjat kaptak. Az elektronikát forradalmasító tranzisztor elméletének kidolgozásán alapvetően jelentős munkát végzett William Shockley. Röviddel a találmány közététele után megindult a tranzisztorok nagyipari gyártása. A gyárak ezrével ontották az első tranzisztortípusokat. Az új erősítő elem és az elektroncső között ekkor élet harc indult meg. Az első időben úgy látszott, hogy a tranzisztor teljesen kiszorítja ellenfelét. Sokan a tranzisztor teljes győzelmét várták. Mivel azonban egyes területeken az elektroncsőnek még mindig vannak előnyei a tranzisztorral szemben, napjainkban már békésen megfér egymás mellett a kétféle erősítő elem. A tranzisztor első felhasználási területei a hordozható kivitelű, kisméretű és kis súlyú telepes rádió és televíziós vevőkészülékek. További igen fontos felhasználási lehetőséget jelentenek az elektronikus telefonközpontok, amelyek így lényegesen jobb, megbízhatóbb működést biztosítanak. A sok ezer erősítő elemet tartalmazó elektronikus számológépek szinte elképzelhetetlenek tranzisztorok nélkül. Végül igen fontos alkalmazási terület a rakéták elektronikus berendezése, ahol a félvezetők kiválóan felhasználhatók előnyös tulajdonságai folytán. A tranzisztorok sikerét az előnyös tulajdonságaik tették lehetővé. Méretük kicsi, fűtésen nincs szükség, kicsi a tápfeszültségük és nagy a szilárdságuk. A miniatürizálás csak tranzisztorokkal oldható meg olyan mértékben, amilyet például a jelenlegi zsebrádiókkal nagyot halló készülékekkel elértek. Egyes alkalmazásokban lényeges előny az, hogy a tranzisztor nem igényel fűtőfeszültséget, ez jelentős teljesítmény megtakarítást eredményez. Tranzisztoros kapcsolások már néhány voltos tápfeszültséggel is működtethetők, tehát zseblámpaelemek is felhasználhatóak erre a célra. A nagy mechanikai szilárdság különösen ütődésnek, rázkódásnak és gyorsulásnak kitett helyeken értékes. Ebből a szempontból is célszerű például rakétában tranzisztorokat alkalmazni. Végül a tranzisztorok történelmére gondolva említsük meg, hogy az első tranzisztortípusok csak kis frekvencián, gyakorlatilag hangfrekvencián működtek. Azóta azonban a további típusok fejlesztésével a használható frekvenciatartomány egészen az ultrarövid, sőt mikrohullámú sávig bővült ki. A fejlesztés a kivehető teljesítmény növelésének irányában is folyt, és ennek eredményeképpen ma már aránylag igen nagy teljesítményű tranzisztorok is készülnek. Fejlődés van a felhasznált alapanyagban is. A germánium tranzisztorok mellett fokozatosan tért hódítanak a szilícium tranzisztorok. Reméljük, tetszett ez a videó, és ha még szeretné tanulni, akkor javasoljuk, hogy nézd meg az Elektromos Állam című videónkat, és iratkozz fel a csatornára, hogy le nem maradj a következő részről. Sziasztok!